Megyünk most egy hosszabbat, tehát lehet, hogy ez 2x20 perc lesz, vagy 10 perc és 5 perc. Egy ilyen 4 kilométert fogok menni, átmegyünk a szigeten, és már a szigeten kell menni, akkor menjünk fel a szigetre. Ez egy új épület, szerintem még nem adták át. Vicces kis balkonok. Ja, de vannak már növények. Én kérek elnézést. Hát itt még ilyen rendezés, tereprendezés, mert mi egymás megy. Hát, hol menjünk? Jó, menjünk balra. Oda megyünk. Már pontosabban még tovább. Na melyik? Menjünk le a Dunához. Aj, bukkanó, bocsi. Itt nem járok ritkán, itt nem járok gyakran, ritkán. Havonta egyszer? Hoppá. Két havonta egyszer? Most se feltétlenül kellett volna erre jönnöm, de itt nincsen lámpa. Csak menni kell, meg bambulni, rendőrségi hajók. Ajajajajajaj. Pukkanókat próbálom elkerülni. Nyörködjetek a tájban, ami most pont nem látszódik. De majd fog. Bocsi a szélért, szerintem sok mindent hallatok ebből. Ki tudom ezt kerülni? Hát akkor nullára lefékezek. Érezzétek a törődést, hogy nem rázlak szét titeket. Nem tudom, még kellett ilyen nagyon paposan. Hogy menjetek Isten hírével. Papok szokták ezt a katolikus miséken. Na, át tudok menni itt. Hát a másiknak fel kell menni. Hogy behúzódnak az árnyékba az emberek? Igen, az árnyék nagy hatalom. Áldassék fák által. Sőt, a fák, nem is az árnyékok, hanem áldassanak a fák. Valaki ilyen... Mi ez? Nem faxi. Van ennek valami neve? Valami veló valami volt. A faxiba abba fekszik a sofőr. Ebben nem feküdt. Jaj, ne legyen már még bukkanó. Elég legyen. Elég volt a jóból. Na jó, reméljük az utolsó, itt már fel tudok menni, fel akarok menni. Ki tudom centizni? Ó, ezt nem kell centizni, ez bőven jó. Ezen a hídon fogunk átmenni. Itt meg de jó lenne hűsölni. De hát én most dolgozom. Annyira is, hogy itt ki tudom kerülni a bukkanót. Mindent a nézőközönségért. Itt lesz egy hajtókanyar. És megyünk a hídra. A híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt. Ez egy sanzon? Nem tudom tovább a szövegét. Túl gyorsan jövünk. Nem jön senki fentről, ahogy látom. Szóval a sebesség maradhat. De azért figyeljük, hogy valaki jönne. Próbálok szép íveket leírni. Jobbról nem jön senki. Balról se. Szóval lehet menni. Á, itt már kellemesebb az idő, lényegesen. Itt van nektek egy kis panoráma. Millennium City-vel, ami ott van Handelskájnál. Gyakran járunk arra, ha emlékeztettek. Emlékeztek. Komolyan a fáradtság miatt elfelejtek ragozni meg magyarul.
előttünk meg ketten hasítanak a rollerrel. Megelőzzük őket? Jó, meg tudjuk előzni. Elvileg nekem a Bicai úton a helyem. Jó, persze, amikor nincsenek gyalogosok, akkor ott a Ponton híd. A Dunavíző Facebooknak már nem sok nyoma van. Hoppukkanó! Pocsi! DC Tower! Ugrálnak. Hát most nem, csak páran ugrálnak. Szám szerint 1-2-3. Páran az árnyékban hűsölnek. Bocsi, még egy bukkanó. Nem jön senki. Hopp, a metró beragadt itt. Váltunk kezet, meg épületet. Megjöttünk az irodanegyedbe. Pont erről beszélt Zoli ma a podcastben, hogy ezt a részt fotózta le. Szép fotót csinált róla. Mondjuk ez, amikor kimegy, fogalmam sincs, mert ma este én elutazok, vasárnap este jövök vissza, hát max vasárnap este tudom feltölteni, akkor hétfőn, kedden, talán szerdán fog kimenni, én naponta 2-3 videót szoktam kitenni. Fogalmam sincs, hogy erre mikor kerül sor, egyszer biztos. Bocsi, a macsakövekért, ez ilyen. Meg itt lesz egy felugrás. Ups. Jó, hát tudom erre a menetet így a leggyorsabb, hogy ne kelljen embereken járdákon minden menni. Valamit valamiért. Közben szépület. Ezt is megnéztük párszor. Az elmúlt időben gyakran küld cég át a tudomások oldalára, hát ezzel nem lehet mit kezdeni. Sok a megrendelés. Hát pontosabban sok a megrendelés innen. Ez a Tetris forma is mókás. Főleg úgy, hogy ez a kis templom mellette. Ez valahogy itt maradt. Na, fék, maradjunk az árnyékban. Kettő fék. Nincs adom kimenni. Ez még mindig piros. És zöld. Mehetünk. Hát most ez ilyen meleg szél. Igaz szél, de meleg. Ennek kell örülni. Írjátok meg, hogy ti mit dolgoztok, ha van kedvetek. Rólam tudjátok, a bringás futár vagyok főállásban. Mellett megpróbálok értelmes tartalmakat felrakni a YouTube-ra. Még lehet, hogy sokak szerint ez nem annyira értelmes. De kellek a videóanyagok, hogy a végén össze lehessen rakni valamit. Ők nem feltétlenül ebből a 10 perces adásból fog összeállni valami! Hát ez jó befordult elém. Na, igen, elkiabálom. Jó, hát miért nincs mind a két kezem a féken? Kicsit menjetek beljebb. Köszi! Hú, azért az kemény, hogy a kukák mellett pihen meg. Reméljük nem büdös a bio, pont bio mellett volt.
Ez egy szép panoráma, de akkor még szebb, hogyha jön egy matró. Fehér ruhás lányok. Na, metró. Nem jön metró. Ja, meg itt ilyen... Ja, de azért le lehet menni. Nem jön metró. Ja, ez a panorám nekem valahogy úgy néz ki jó, hogyha van rajta mozgás. Mozgás nélkül olyan statikus. Oké. Okay. Itt meg valami felújítások lesznek, ezek nem voltak itt még pár napja. Hát... Ő az erősebb. Hú, ott megjött egy Renault. Na, mindjárt megjövök a Donau centrumba.